Ezt a történetet személyesen nem én éltem át. Egy jó barátom, Jali mesélte. Az egész Fukuokában kezdődött sok évvel ezelőtt. Elég durva történet, de Jori nem az a fajta fiszkó, aki ilyesmit kitalált volna. Akárhányszor elmeséli ezt a történetet, mindig teljes meggyőződéssel és átéléssel meséli. Én pedig elhiszem neki. Fiatalabb korában volt egy barátja, akit Takashinak hívtak. Na, ez a fickó igazi lázadó volt japán standard alapján. Különösen akkoriban. Kedvenc elfoglaltsága az volt, hogy berúgott, aztán elment egy pincerhallba. Pincerhallok azok a japán blowjob klubok. Néha berúgatta az összes barátját, Jorit is beleértve, aztán magával vitte őket ebbe a Dominatrix bárba. Ő, mint a showman, szeretett fellépni mindig a legjobb csajokkal, akik forró gyantát csorgattak a testére. Jorinak egy rakás ilyen története van róla, ami azt illeti jó szórakozás volt vele lógni. Ahogy a baráti kör egyre idősebb lett, mindegyikük lassacskán megkomolyodott, és összejött valakivel. Kivéve Takashit. Ő még mindig eljárt, szinte minden éjjel. Szemügyre véve Takashi életformáját, nem igazán lepte meg Jorit, amikor az új barátnőjéről mesélt neki. Egy lány, akivel egy striptease bárban találkozott. A neve Miku volt. Na, nem mintha csak egymásba futottak volna ott. A lány abban a klubban dolgozott, aminek a neve Wasobi volt. Akkor találkoztak először, mikor a lány egy lapdance tartotta számára. Na most, ha úgy gondolod, hogy egy striptease táncossal összejönni az nem igazán jó gondolat, akkor sokkal okosabb vagy, mint Takashi volt. Amire később a szegény fickónak rá kellett jönnie, az az volt, hogy Wasobit a Yakuza vezette, vagyis a japán maffia. Ezek a fickók nem tréfálnak. Még egy Takashihoz hasonló nehéz fickónak is több esze volt annál, mint hogy az útjukba álljon. A probléma ott volt, hogy legalább 2 hétig járt Mikuval, mielőtt dobta volna. Jari szerint Miku őrült volt. Szó szerint egy őrült stripper volt. Ráadásul teljesen a megszállottja lett Takashinak. És hogy szó szerint elvesztette a fejét, mikor meglátta, hogy Takashi akár csak rá is nézett egy másik lányra. Isten irgalmazzon annak, aki megpróbált vele beszélni egyáltalán. Takashi elég jóképű volt, úgyhogy ez többször is előfordult. Takashinak kellett szétválasztania őket, mikor rugdolódzott és sikoltozott. Aztán, ahogy elvesztette a fejét, utána egyik pillanatról a másikra teljesen normálisan viselkedett újra. Takashi ekkor kezdett el gondolkozni, hogy szakítson vele. Túl sok problémát okozott neki. Ez a Yakuza dolog is arra kényszerítette, hogy ezt tegye. Nem sokkal később felhívta és elmondta neki, hogy dobja, mert egy őrült és egy mentális roncs. És ha bár jól nézett ki, közel sem olyan jól, hogy megérjen egy Yakuza verést. Miku ekkor teljesen elvesztette az eszét. Sikoltozott és kiabált. Nem akarta elhinni, hogy ilyeneket mondott a barátja róla. Azt mondta, ha bocsánatot kér tőle ezért, akkor megbocsájt neki, mert még mindig szereti. De ha nem kér tőle bocsánatot, elintézi, hogy soha többé ne tudjon ilyen dolgokat mondani róla. Takashi elmondta neki, hogy hova dugja, aztán lelépett. Takashi úgy gondolta, hogy ezzel vége is. Aznap este kiment a srácokkal, hogy megígyanak egy italt, megünnepeljék, hogy újra egy szabad ember. Elmesélte mindenkinek Miku történetét a Yakuzával, és hogy milyen sikeresen állította ezt az egészet. Még viccelődött is róla, hogy milyen őrült volt Miku. Nos, Jori és a többiek figyelmeztették, hogy vigyázzon magára. Végtére is Miku nem volt teljesen stabil. Félresöpörvén a tanácsokat, Takashi hazatántorgott és lefeküdt aludni. Aztán a kora reggeli órákban egy vendég kopogott az ajtaján. Miku volt az. És nem volt egyedül. Egy pár Yakuza nehéz fiú lefogta Takashit, aztán Miku előhúzott egy orlót. A gengszterek kifeszítették Takashi száját, és kihúzták a nyelvét. Figyelmeztettelek, hogy ez fog történni, szerelmem, mondta Miku. Utálom, amikor ilyen szörnyű dolgokat mondasz rólam. Az orlót az egyik kezében tartván, Miku erősen megszorította Takashi nyelvét. Aztán neki is látott. Kiderült, hogy az a fajta lány volt, aki betartotta a szavát. Ezután Takashinak
hogy úgymond nehézségei támadtak a beszéddel. A rendőrség persze nem akarta beleártani magát a Yakuza dolgába. Miku azt akarta, hogy a kettőjük kapcsolata maradjon meg. És amit Miku akart, azt meg is kapta. Yori azt mondta, hogy Takashinak összeágában nem állt, hogy valamiféle rabszolga legyen. Alig érthető szavakkal elnyugdécselte neki, hogy azt tervezi, hogy megszabadul Mikutól. Akár így, vagy úgy. Megkérdeztem Yorit, hogy végül Takashi sikerrel járt-e. Azt válaszolta, nem tudja. Nem sokkal az eset után Takashi eltűnt, és soha senki nem hallott felőle újra. Miku már nem dolgozott a bárban később. A rendőrség is csak úgy félszemmel átnézte az ügyet. Yori szerint három dolog történhetett Takashival. Az első az, hogy most az egyszer használta az eszét, beült a kocsiába és elhagyta a várost, és valahol egy új életet kezdett. A második variáció, hogy a Yakuza elkapta, kivonták a forgalomból és elásták valahol egy mély sírba, remélhetőleg nem élve. A harmadik variáció, a Yakuza elkapta őt, Mikuval, aki most is ott tartja valahol őt, mint valami rabszolga játékot. Yori csak azt reméli, hogy nem a harmadik variáció történt. Minden nyáron táborvezetőként dolgozom egy kempingben. Annak ellenére, hogy most vezető vagyok, úgy nőttem fel, hogy erre a helyre jártunk kempingezni mindig. Ez a történet akkor történt, amikor 12 éves voltam. A kemping Missouriban van, egy szép tó mellett, amit egy erdő vesz körül. A kemping elfoglaltságai közé tartozott egy barlangnak a meglátogatása, ami egy rövid kocsi útnyira volt a kempingtől. Egy régi alkalmazott mindig kiviszi a gyerekeket ehhez a barlanghoz, és mesél nekik a különböző formációkról. A szalamandrákról meg hasonló. Hívjuk csak B-nek. A tradíció az, hogy a túra után B hátra visz mindenkit a barlang leghátsó termébe, és elmesél egy félelmetes történetet nekik. Elvezetett engem és a csoport többi tagját ehhez a teremhez. Mindannyian leültünk, és alig vártuk, hogy milyen történetet fog mesélni. Éppen hogy csak elkezdte a történetet, amikor az egyik kislány, aki sokkal fiatalabb volt, mint mi, megijedt és szeretett volna kimenni a barlangból. B megkérte az egyik táborvezetőt, hogy vigye ki a kislányt a barlangból, és várjanak meg ott minket, még ő végez a történetével. Mindannyiunk zsemblámpája le volt kapcsolva, és a barlangban fél homály volt. Ez azért kellett, hogy még hitelesebb legyen a története természetesen. A sötétben valaki megszólal, majd én kiviszem. Majd a kettejük felállt és kiment. B végül befejezte a történetét, aztán mindannyian kimentünk a barlang bejáratához. A kijáratnál megszámol mindenkit, hogy biztosra menjen, nehogy valaki elvesszen. Mivel ketten hagyták el az előbb a történet előtt a barlangot, kettő emberrel kellett volna, hogy kevesebben legyünk. De a számolásnál kiderült, hogy csak egyetlen személy hiányzik. Ahogy kimentünk a barlangból, megláttuk a kislányt, aki egy nagy kövön ül, és rajzolgatott a homokba. Teljesen egyedül volt. Mindannyian megkérdeztük tőle, hogy ki volt az, aki kivezette őt, és hova tűnt. Erre a válasza az volt, amit sosem felejtek el. Ez az öreg hölgy volt az, aki kivezetett. Leült mellém, és beszélgettünk egy kicsit. De aztán azt mondta, hogy mennie kell. Aztán egyszerűen csak besétált az erdőbe. Ki volt az a barlangban velünk? Az biztos, hogy nem tartozott közénk, mikor bementünk. Amikor 14 éves voltam, egyszer a családi kutyánk, Benny, eltűnt. Egyszer a bátyámmal kivittük sétálni, Arizonában élünk és a házunkat erdő veszi körül. A kutya egyszer csak egy szempillantás alatt eltűnt, és akárhogy hívtuk, nem jött vissza. Legalább 3 órán át kerestük, mielőtt még a nap elkezdett volna lemenni, aztán vissza kellett sietnünk a házhoz. Elmondtuk apánknak, hogy Benny eltűnt a szokásos sétánkon. Hát, az öreg Benny a családtagja, úgyhogy apám és a nagybátyám zseblámpát fogott, és elindultak, hogy megkeressék. Megígérték nekem és a testvéremnek, hogy biztosan megtalálják. Az ígérettel ellentétben én nem sok esélyt fűztem hozzá, hogy megtalálják.
Az Isten hát mögött élünk, és sűrű erdő veszi körbe szinte teljesen a házunkat. Benny még ha jól is ismeri a környéket, ha túlságosan elcsatangolt volna, nem talált volna vissza. Lehetséges, hogy megpillantott valami kis állatot, és azt üldözvén egyre sűrűbb és sűrűbb erdőbe jutott. Persze aggódtam, mert úgy szerettem azt a kutyát, mintha a testvérem lett volna, és a testvérem is ugyancsak szerette. Ott ültünk a házban egyedül még egy jó pár órán keresztül. Vártuk, hogy apámék visszajöjjenek. Viszonylag egy átlagos sétányira volt tőlünk az a hely, ahol eltűnt. De ahogy várakoztunk, minden perc egy órának tűnt. Aztán egyszer csak ugatást hallottam az erdőből. Az első gondolatom az volt, hogy apám és a nagybátyám megtalálták. De ahogy kinéztem a szobám ablakán az előtér felé, nem láttam semmit. Sehol sem láttam apámékat. Benny visszatért volna önmagától? Vagy csak képzelődtem azt az ugatást? Áthívtam a testvéremet, és elmondtam neki, hogy mintha Bennyt hallottam volna a fák közül. Ahogy éppen kinézett az ablakon mellettem, egy második ugatás hagyta el az erdőt. Sokkal hangosabb, mint az első. Tulajdonképpen egy kicsit, mintha túl hangos lett volna. Benny egy német juhász volt, és elég erős hangja volt, de ez szinte természetellenesnek hangzott. Az a része az erdőnek elég messze volt a háztól, ahonnan jött a hang. Mégis úgy hangzott, mintha pont a ház mellől jött volna. Egy pár perc múlva egy újabb, teljesen ugyanolyan ugatás hang. Lehet, hogy furcsán hangzik ezt mondani, hiszen egy kutya ugatásra nagyon hasonló. De majdnem túlságosan hasonló volt az előzőhöz. És volt egy ilyen statikus minősége, mint egy öreg felvétel. Aztán jött egy szűkölés hang, amit egy sérült kutya adna ki magából. Tudtam, hogy a testvérem is furcsának tartja ezt az egészet, mert idegesen rám nézett, és azt mondta, maradjak itt, amíg ő kimegy apám puskájával, hogy körbenézzen. Ha Benny tényleg megsebesült, akkor minél hamarabb segítenünk kell neki. Én az ablakon keresztül figyeltem, miközben a testvérem kiment a puskával. Óvatosan közelítette meg az erdőt. Körülbelül 10 méterre a fáktól hirtelen megtorpant, és láttam, hogy egy irányba világít a zseblámpájával. Lejjebb engedte, és oda célzott a puskával. Mindez idő alatt rémülten figyeltem a szobám ablakából. Kiabáltam neki, hogy mi a fene történik. Nem válaszolt, csak nézte azt a helyet. Aztán hirtelen megfordult, és visszarohant a házba. Megkérdeztem tőle, hogy mi a fene volt ez az egész. Azt mondta, hogy ahogy közelebb ért a fákhoz, megpillantotta öreg Bennyt. A farkát csóválta meg minden. Amikor megpróbálta hívni, a kutya nem mozdult. Mintha azt akarta volna, hogy a testvérem menjen ő hozzá. Amikor rávilágította a testvérem Bennyre a zseblámpát, egyből észrevette, hogy valami nincs rendben vele. A lóbáló farkát leszámítva teljesen egy helyben állt. Akár csak egy kitömött állat, mintha még csak nem is lélegzett volna. A szemei nem olyanok voltak, mint egy kutyájé. Azt mondta, olyan volt, mintha egy idegen alaknak a szemébe nézett volna. Nagyok voltak, tágak és fehérrel teli. Lehet, hogy nehéz elképzelni, de azt mondta, nem kellett hozzá sok, hogy észrevegye, ez nem természetes egy kutyához képest. Ekkor történt, hogy ráfogta a fegyvert, és az az Isten verte valami felállt két lábra, majd berohant az erdő sűrűjébe. Úgy rohant, akár csak egy ember. Mivel úgy nézett ki, mint Benny, nem bírta meghúzni a ravaszt. A mai napig is azt mondja, hogy az a valami megpróbált minket becsalni a fák közé. Apám és a nagybátyám körülbelül olyan 15 perc múlva visszatértek. Pár mérföldnyire rátaláltak Benny széttépett testére, egy tó mentén. Azt mondták, hogy a test már több órája ott kellett, hogy legyen.